Jó reggelt! A tegnapi vihart leszámítva az időjárás fantasztikus. Úgy érzem, jót tesz a globális felmelegedés Angliának. A túra minden reggelén készítettem profilból egy fotót magamról, és elmondhatom, hogy ezen a reggelen néztem ki a leghitványabbul. Pakoljunk, mert a mai cél már London. Indulás előtt mindig feltöltöm a palackjaimat vízzel, ahol bemutatok egy újabb angol kreténséget, remélem szépen fogalmaztam. Ugyanis a szigetlakók nem ismerik a keverőcsapot, így a hideg és a meleg víz külön folyik. Ennek köszönhetően arcot vagy tűzforró, vagy jéghideg vízben moshatunk. 8-ig aludtam, 9-kor elindultam. És ma sem szabad elfelejteni, hogy baloldalt kell közlekedni. Salisburyben egy kicsit még turistáskodok a rossz minőségi utakon és az azt szegélyező tipikus angol házakkal, amik stílusa kivételesen pozitív érzelmeket vált ki belőlem az előző nap ellenére. Pont úgy, mint a katedrális. Méretei lenyűgözőek az egekbe törő tornyaival együtt. Nem csak a külseje, de a belseje is pazar. A hosszú oszlopsor megnyújtja a teret mind a két irányba. A Székesegyház az Egyesült Királyságban a legnagyobb toronnyal rendelkezik, amely 123 méter magas. A templomot rekordsebességgel építették fel mindösszesen 38 év alatt. A Salisbury katedrális büszkélkedhet a legrégebbi működő modern órával a világon. 1386 óta kegyeged a szerkezet, kisebb-nagyobb megszakításokkal. De üljünk fel a biciklire és szenvedjünk tovább, hallgassuk miért. Még csak 8 kilométert jöttem Salisburytől. Ez a negyedik ilyen domb, amit megmászok. 4 domb, 8 kilométer alatt! Olykor-olykor szerencsém van és az út megengedi, hogy teljesen felgyorsuljak. Többnyire azonban olyan selejt az aszfalt, hogy ki kell álljak a nyerekből, hogy ezzel is csökkentsem a biciklire ható terhelést. A hetedik dombtető 13 kilométer óta. Tehát 2 kilométerenként van egy dombtető, amire föl kell küzdenem magam. És ez van egész nap, ez már a 20. ilyen domb, amit megmászok. Elmúlt 6 napban, ez már a 600. És már kezdem... Elnézést az emelkedett hangért, de a 6 nap dombos út kezdi felemészteni a lelki harmóniám. Ilyenkor az ember könnyen kijön a sodrából, de inkább megmutatnám, milyen szűkek az utak. Utolértem egy autót, ami be akar kanyarodni, a másik oldalon meg jön egy kamion. Látszik, hogy semmi hely nincs közöttük. Egyrészt az alapjából keskeny aszfaltcsík, másrészt az útszéli bokroknak köszönhetően. Utóbbi ráadásul a kanyarokat beláthatatlanná teszi, ettől teljesen életveszélyes. Többször volt olyan, hogy egy kocsi az utolsó pillanatban vett észre, én csak intenzív fékkel állt meg mögöttem. Beértem Readingbe, ami kevesebb mint 50 km-re van Londontól, ez már közel van a brit fővároshoz, hogy vonatra szálljak, és így menjek be Európa második legnagyobb fővárosába. Tudják, melyik az első? Moszkva. Az ilyen nagyvárosokat biciklivel bevenni szinte lehetetlen, a sok autópálya miatt. Ezért szoktam az utolsó 50 km-t vonattal megtenni. Becsukódik az ajtó, és mint minden valamire való magyar, azonnal elkezdek enni. Persze tényleg rám fér némi kalória, úgy is tervezem, hogy Londonban 3 nap alatt visszaízok, mert még az Alpokban egy hét kemény küzdelem vár rám. Beértem a Paddington állomása, ez a 25 nagyobb vasútállomásai közül a 7. legnagyobb, a 35 millió fős éves utasforgalmával, ami nagyjából megfelel a keleti pályaudvaréval. Otthon is és a túra közben is lezsíroztam egy régi egyetemi cimborámmal, hogy náluk töltök pár napot, és hogy ő lesz az idegenvezető ma, illetve holnap. A harmadik napot egyedül töltöm, akkora időzítem a konzervatívabb, azaz ismertebb látnivalókat. A nagy találkozásig van közel egy órám, addig eltekerek a Hyde Parkba, London legnagyobb, illetve legismertebb parkjába. Két részből áll, a Kensington 1,1 négyzetkilométer, míg a Hyde 1,4 négyzetkilométer. A két területet a Serpentine-tó vágja ketté. Ez is, mint minden Angliában, jó régi. Az 1500-as években lett vadászpark 8. Henry parancsára. A találkozó előtt pár szó Böskéről. Ő egy normál, szexuális identitással rendelkező férfi, akinek a beceneve kicsit polgárfunkasztó. Az érzékeny pillanatokon nem volt idő, hisz már is repesztünk London Camden negyede felé egy igen látványos csatorna mellett. A nem túl tiszta vize ellenére nagyon hangulatos, szinte teljesen keresztül vágja Londont. Nagyon sok helyen parkolnak lakóhajók, akik ilyenbe laknak, nagyon kevés lakbért fizetnek. Kikötődíjat nem kérnek tőlük, csak nem tartózkodhatnak két hétnél tovább egy helyen. Ilyeneket látni Amsterdamban is. Böske és a felesége is szeretne egy ilyet kibérelni jövő nyáron. Időközben azt is elmondja, hogy vigyázzak a bérelhető biciklisekkel, mert azok nagy része turista és gőzük sincs az angol, illetve a londoni közlekedésről. Mondom neki, tudom miről beszél, mert Párizsban már volt hozzájuk szerencsém. Pár perc alatt elérik a Camden negyedet, tele kocsmával, bolttal, egy hatalmas piaccal, és ami a legjobban zavar, az azzal járó tömeggel. Nem kell sokat kérlelnünk egymást, hogy bedobjuk egy korsó sört, bár itt pintben mérik. Letámasztjuk a biciklit, majd jöjjön az isteni nedű. Hogy milyenek az angol sörök?
hát ihatóak, de semmi extra. Ami a legeltérőbb a megszokott európai sörökhöz képest, hogy a csapolyban alig van szénsav. Ha kicsivel melegebb lenne, akár lóvizeletnek is nevezhetnénk. A folyadékot nem a szénsav nyomja ki a hordóból, hanem a csapos pumpája. Viszont a csekély szénsavnak köszönhetően alig másnapos az ember. Erre szükségük is van, mert péntekenként az angolok annyi sört isztak meg, hogy hazafelé már néha terepbe kapcsolnak. Magyarán mind a négy végtagjukat igénybe veszik. A Camdeni kocsmák nagyon olcsóak, nagy a tömeg és 25 különböző sör közül választhatunk minimum. Belül hangulatos, bár kisgyerekes családoknak nem ajánlom. Két gyengén szénsavas sör után bevettük magunkat a Camdeni rengetegben. Ez a hely nem túl konzervatív, itt nem a megszokott turista látványosságokért jönnek ide az emberek. Bazár, bazár és még több bazár. Néha transzvesztit a párokkal fűszerezve a légkört. A londoni multikultúrában edzett embereknek ez mindennapos, de az én konzervatív szememnek még fura. Böske elvisz egy különleges fagyizóba, attól másabb a megszokottnál, hogy itt kikevernek több ízesítésű masszát, amitől még nem lenne különleges, de itt folyékony nitrogénnel hűtik le az ízletes krémet. Majd belefutunk egy magyar lángososba, ahol rajtunk kívül is mindenki más magyar. De lángoson kívül kaphatunk itt gyümölcslevest is. A piacon mindent árulnak. Van itt ékszer, ruha, cipő, festmény, kaja, szobadíszek, órák, napszemüvegek, bakancsok. Gyorsan és egyszerűen jelenetbe. Olcsó, olcsó, legolcsó, tömeg, tömegebb, legtömegebb. Majd Böske elvitt a kedvenc boltjába. Van egy mondás, aki nem látta még a granadai alhambrát, az nem látott semmit. Én már láttam, de miután beléptem ebbe a boltba, rájöttem, ez minden képzeletet felülmúl. És hogy eddig szinte vakon éltem. Az, hogy háromszintes, még semmi. Az, hogy minden UV-ban világít, már érdekesebb. De hogy táncosok rázzák magukat a falon, nem mindennapi. Az én rockzenéért szokott fülemnek, ez túl réves. Aki a goa stílú szereti, annak ez a mennyország. A sex shop részében sok mindenre nem is tudom, mire jó. Kapható itt halálfejes sütőlapát, punk frizurával megáldott szilikonos süteménykenő, gitár alakú süteménylapát, villogó póló, csak UV-fényben villogó póló, baseball sapkák, napszemüvegek. A vásárlók szintes nasztok az eladókhoz képest, a legextrémebbül felöltözött hölgyek és urak segítik a vásárlást. Ahogy elhagyjuk a boltot, meg is kérdezem magamtól, hogy eddig hol éltem. Még jártunk kicsit a piacon, ahol láttam lábat áztató nőket, akik halakkal etették le a nem kívántos hámsejteket. Elbúcsúztunk a piactól, ami amúgy hajdanán istállóként szolgált. Majd fel a biciklire és bedobtunk még egy sört egy másik kocsmában. Kint az emeleti teraszon leültünk és a szokásos témától elbeszéltük az időt. Este a csatorna mentén irány nyugat, a Böske lak. Útközben még láttunk számtalan lakóhajót, majd otthon pár sör mellett éjfélig beszélgettünk.